Egész héten azon gondolkodtam, századszor látva az észak-koreai és dél-koreai elnök történelmi készfogását, hogy mennyire könnyű elaltatni az egész világot. A rettegett és véreskező diktátorból hogyan lesz egy szempillantás alatt szalonképes politikus, akivel nem sokára az amerikai elnök is személyesen parolázik. Lehetsz akármilyen kegyetlen, tarthatod a népedet akármekkora nyomorban, végezhetsz ki akármennyi embert, ha jó időben váltasz, a világ a keblére fog ölelni. Nekem ezt jelenti az egész megbékélési folyamat, és nagyon fura ez az egész dolog. Amikor Novák Andis kollégám észak-koreai útját tervezgette, még szó sem volt megbékélésről, a baptista szeretetszolgálattal jutott be az országba, és komolyan aggódtunk érte, hogy ki is engedik-e majd. Egy kis lépés Kim Jong-unnak, de egy nagy lépés a békekötés felé a két Korea között. Ez volt az a pillanat, amikor pénteken az észak-koreai vezető átlépte a déli határt. Erre még soha nem volt példa a történelemben. Ez pedig az a pillanat, amikor Kim Jong-un északi vezető átinvitálja Moon Jae-in dél-koreai elnököt az északi oldalra. Most ők ketten a szó legjobb értelmében tényleg átléptek egy határt, oda is, meg vissza is. A világ legnagyobb hírcsatornái élőben közvetítették a különleges pillanatot. A két koreai vezető fél órát tárgyalt négy szem közt. A tárgyalás sorozat végén egy közös nyilatkozatot adtak ki, amely minden szempontból történelmi jelentőségű. Ennek a dokumentumnak a lényege, hogy közösen dolgoznak majd a koreai félsziget atommentesítésén. Ez azt jelenti, hogy felszámolják teljesen a nukleáris arzenájukat. Előre láthatólag még idén hivatalosan is békét köt a két Korea egymással, hiszen 1953-ban csak fegyverszünetet kötött az északi és déli oldal. Nézzünk egy-két igazán különleges biztonsági intézkedést a csúcs találkozóról. Kim Jong-un észak-koreai vezető testőrök gyűrűjében jelent meg a határmenti épület bejáratánál az északi oldalon. Ezután a határvonalhoz már csak egyedül sétált tovább. Moon Jae-in dél-koreai elnök egy hatalmas páncélozott katonai konvojjal érkezett a tárgyalásra, kiemelt katonai, légi és rendőri biztosítással. A tárgyalások után Kim Jong-un a saját páncélozott Mercedesével ment vissza az északi oldalra. Érdekesség, hogy 12 testőr szaladt végig az autó mellett a hazafelé vezető úton. Fontos megjegyezni, hogy egyáltalán nincs semmilyen út Észak- és Dél-Korea között. Ez az a pillanat, amikor a bombabiztos Mercedes lefordul az útról, és egy elegyengetett földes részen áthajt az északi oldalra. Az egész találkozót Panmunjomban rendezték, amely a demilitarizált zóna egyetlen közös hivatalos találkozóhelye. Bár nem látszik, de mindkét oldalon rengeteg katona néz farkasszemet egymással. Erre a területre csak különleges engedéllyel lehet bejutni forgatni. Mutatjuk, ez a hatalmas kapu vezet a tárgyalások helyszínére az északi oldalon. A határ többi részét teljesen aláaknázták. Ez az út köti össze Észak-Koreát Dél-Koreával, és ilyen különleges tancsapdákat helyeztek el az észak-koreaiak, amelyeket ilyen faékek tartanak, mutatom, ezek azok. Úgy gondolják, ha esetleg a dél-koreai hadsereg megindulna észak felé, akkor ezeket kiütik, ezeket az északok ékeket, és ezek a kövek bedőlnek az út közepére, és tulajdonképpen ezzel próbálják megakadályozni, hogy az úton tudjanak továbbjönni. Két oldalt egyébként elaknásított rész van, ott eleve meg sem lehet próbálni átjutni délről északra, vagy esetleg északról délre. A két Korea még 1945-ben szakadt ketté a II. Világháború végén. Az északiakat a szovjetek, a délieket pedig Amerika támogatta. 1950 és 53 között a koreai háborúban sem sikerült egyesíteni a két oldalt. Azóta a két országot egy mesterségesen felhúzott, demilitarizált övezet vágja ketté, ezzel a családok tízezreit elválasztva. Stábunk egy éves szervezés után jutott be Észak-Koreába. Mint minden külföldinek, nekem is, amikor először járok Fennyánban, virágot kell, hogy vigyek a nagyvezér Kim Il-sen és fia Kim Jong-il 35 méteres bronz szobrához.
Miután Kim Il-sung születésnapja van, ezért mindenki idejön és virágot helyez el. Azzal a feltétellel forgathattunk mi is, hogy virágot hozunk és meghajlunk a nagyvezérek szobra előtt. Az ország a nagyvezérek kultuszában él. Az egyetlen örök és legfőbb vezetőnek Kim Il-sung tartják. Megmutatták nekünk a szülőházát is. Ez a koreaiak részére egy kiemelten fontos hely. Itt vagyunk Kim Il-sung nagyvezér házánál. Ebben a házban született, itt élt szüleivel és nagyszüleivel, illetve unokatestvéreivel. Egy konzent alakítottak ki belőle, és a koreaiak nagyon fontosnak tartják, hogy ide többször is ellátogassanak. Átlagosan naponta 3-4 ezeren jönnek el megnézni a nagyvezér születési helyét. Amikor az országunk Japán megszállás alatt volt, akkor eljött hozzánk a nagyvezér Kim Il-sung, és felszabadította az országot. A felszabadulás után a nagyvezér egy nagyon boldog országot hozott létre, ahol most élünk. Ezért mi koreai emberek azt mondjuk, hogy ő örökké élni fog, és Kim Il-sung a mi országunk napja. Koreát ő teremtette meg, és ezért hordjuk ezt a jelvényt, mert ő az ország részeként örökké él a szívünkben. Észak-Koreát 1948 óta, azaz pontosan 70 éve a Kim dinasztia vezeti. Az ország hivatalos neve Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. A külföldieket szinte minden esetben elviszik a két nagyvezér mauzóleumába. Ez volt a nagyvezér Kim Il-sung irodája és palotája, itt élt és dolgozott egészen 1994-ig, amíg meg nem halt. Ezután átalakították, méghozzá úgy, hogy az összes ablakot befalaszták, majd miután a fia Kim Jong-il meghalt, őt is idehozták, és mind a kettejüket üvegkoporsóba temették el. Megdöbbentő felvételek. A koreaiak így siratták Kim Jong-ilt. Az üvegkoporsó előtt hármasával, négyesével sorba állítottak bennünket. Szépen várakoztunk, még az előttünk lévők odaléptek a koporsó elé, illetve a két oldalára, és ott kifejezték a tiszteletüket, vagy egy mélyből, derékből jövő meghajlással, vagy mint mi magyarok, egy nyakból jövő biccentéssel. Észak-Koreában egyetlen magyar vonatkozású emlékmű áll, méghozzá Sarivon városában a kórház mellett, amelyet 1950-ben kezdtek építeni. 1950-ben még a háború idején Magyarország segítséget akart nyújtani az akkor testvéri Koreának. Így elkezdtek építeni egy kórházat, amit akkor Rákosi Mátyás magyar kórháznak neveztek el. Ez a kórház egészen a 90-es évek végéig működött, amikor új kórházat építettek itt Koreában, ami annak a kórháznak az örököse. Az 50-es években ebben a kórházban csaknem 3000 magyar orvos dolgozott váltásban, hogy az északi hadsereg sebesültjein segítsenek. Sarivon városa korábban egyébként Székesfehérvár testvérvárosa volt. A baptista szeretett szolgálat az elmúlt 20 évben rengeteg segélyt és egészségügyi felszerelést hozott ebbe a kórházba. Szilágyi Béla a szervezet alelnöke, már csaknem 30-szor járt Észak-Koreában. Fantasztikus munkát végez kollégáival. Azt mesélte, hogy szörnyű, néha embertelen körülmények között látták el a betegeket ezekben a kórtermekben. De a műtét volt a legszörnyűbb, ahol azt láttuk, hogy egy beteg a saját utcai ruhájában lekötözve a műtőasztalon, sörös palackból valamiféle folyadék folyt testébe, valószínűleg valamiféle infúzió lehetett, nem volt villany. Elemlámpát tartottak az asszisztensek, és elmondták nekünk a kísérőink, hogy sajnos nem volt anesztézia, nem volt semmiféle fájdalomcsillapító, amivel a beteget altatni vagy csillapítani tudták volna a fájdalmát. A helyzet azóta valamennyit javult, most a kórház orvosai azt mutatják a szeretett szolgálat munkatársainak, hogy mire lenne még szükségük. Most ez az altatógép ment tönkre, sokszor műtétek alatt áll le teljesen. A műtőben azért ismét sikerült megdöbbennem. Itt vagyunk a műtőben, és hihetetlen, ez egy sörös üveg, amiből lóg ki az infúziós cső. Ezzel adnak infúziót a betegnek, aki a műtőben fekszik. Hihetetlen. Idén is megkaptuk azt a listát, amelyen olyan dolgok szerepelnek, amire a kórháznak szüksége van. Többek között műtéthez való különböző eszközök, illetve steril felszerelés a két legfontosabb dolog ezen a listán, amit idén már közösen a Nemzetközi Baptista Szövetséggel szeretnénk eljutatni ide a kórházhoz. Ha minden jól megy, akkor már nyáron megérkezhetnek a magyar segélyek ebbe a kórházba. Orjobzari Pyeongyangból Pyeongyang nengmyeont hoztam. De térjünk vissza a nagy politikához.
Most már mindenki a következő nagy csúcs találkozóra készül. Kim Jong-un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök ül majd le egy asztalhoz, hogy történelmi megállapodást kössenek. Észak-Korea már korábban többször is jelezte, hogy hajlandó nem csak leszerelni, hanem teljesen fel is számolni a nukleáris fegyver arzenáját. Bár sok szakértő azért ebben nem bízik 100%-osan. Arra egyébként még soha nem volt példa, hogy hatalmon lévő amerikai elnök személyesen találkozott volna észak-koreai vezetővel. A tervek szerint május végén vagy június elején találkoznak majd a pletykák szerint Mongólia fővárosában, Ulánbátorban. A koreaiakat, akikkel beszéltünk, leginkább egy dolog foglalkoztatja, hogy vajon a kettészakadt családtagok láthatják-e ismét egymást. Van még egy kérdés, amely rettentően foglalkoztatja a határ két oldalán élőket, méghozzá az, hogy a mesterségesen felállított kerítés családok ezreit szakította ketté. Vannak olyan rokonok, akik 8-10 éve nemhogy nem látták egymást, de még beszélni sem tudtak egymással. Most mindenki abban reménykedik, hogy miután újra elindultak a tárgyalások, talán ezek a családok egyesülhetnek, és ismét találkozhatnak a rokonok egymással. A heti naplóban Észak-Koreából Novák András riportját látták.